Úgy néz ki, mintha meghaltam volna, de csak vége lett a hullámnak. Mármint nem az én holttestemnek, hanem a szörnyek támadásának. Ezt is csak én éltem túl, senki más. Jesszusom, de rossz itt a textúra. Atyaig! Remélem nem az én gépem miatt van, de atyaig, te csúnya. Wow! Ah! Szuper! Kapitány? Too many of the mutants broke through. Polis must be warned. But my fighting days are over, as you can see. I have a critical mission for you. Go up to our radio beacon. Contact Polis. And broadcast the emergency message I have prepared. Rendben. Good luck, brother. Tudom is, hogy hová kell vinni. Ahoti napló bejegyzés, itt volt a géppuska, amivel lövöldöztek a társaink. Wow, mennyi minden, oké. Négy darab napló bejegyzésünk is van. Ez az első. Első feljegyzés, védelem. Itt pont úgy érzem magam, mint otthon a kiállításon. Ezek az emberek hozzánk hasonlóan csak az állomásukhoz, az egyszerű otthonaikhoz, jelentéktelen föld alatti életükhöz és a sötét jövőjükhöz ragaszkodnak, mintha lenne számukra megváltás. Minden hiába való. A legjobb, amit ők és mi remélhetünk, egy rövid pihenő, mielőtt mindannyiunkat elemészt az örökké való árny. És mégsem adják meg magukat. Nekem is mennem kell. Kifutunk az időből. Ah, igen. Puska lőszerek, ide vele. Jó, puska tele van. Legalább egy csőre van töltve. Most igen, ugye nem csak mutánsok támadtak itt meg minket, hanem egy rejtélyes erő is hatott ránk, és ütötte ki azonnal jó pár bajtársunkat. Érdekesség, hogy itt az miféle dolognak a támadása volt. Ó, itt is fel lehet jönni. Hello! Szuper! Jaj, de szép! Most igen, mivel túl sok mutáns jutott át, elvileg, ezért lehet, hogy az evakuáció nem volt 100%-ig sikeres. Lehet, hogy pár embert megettek a dögök. Sajnos lehet. És valahol még aktívan megy a harc is, ha jól hallom. Szeretnék a tűzbe belemenni. Ó, csodás! Óvatos akarok lenni, mert ha jól tudom, akkor ez a pálya tele lesz ilyen kis gyors mutánsokkal, és ezeket én nagyon nem csípem, és tele van a lyukaikkal is, ahová könnyen bele lehet esni. Ahol könnyen bele lehet esni. Aha. Szeretnék jó körbe is nézni, hogy hol vannak a napló feljegyzések, amiket meg kell találnom, ugyebár még három maradt. Igen. Kicsörömpöl itt.
Hallom ám néha a szokásos zaj meg ricsaj mellett a kis lábaknak a kis lábaknak a neszét. Á, téged hallok! Adj anyát, micsáját! Az anyát, micsáját! És őket is, igen! Hú! Ez csodás, mert... puska tölténből megint nem állok valami fényesen. Beszéd helyett inkább figyelnem kéne, hogy honnan bújnak elő ezek a kis rohadékok. Oké, zsákutca, mint látjuk. Zenét is hallok valahonnan jönni. Nem mondod, hogy egyszer sem találtam el három golyóból. Áu! Annyira gyorsak.
Ó, baznek, kifolyott a kurva puskám, pisztolyom. Leveszem ma a maszkot, mert Artyom ezt még határozottan nem használja. Hát ez így kellemetlen, és pont olyan fegyverekhez találok lőszert is, amin most abszolút nincsen nálam. Viszont észrevettem, hogy bizonyos szakaszokhoz, pályarészekhez nem jönnek utánam. Például ide. Akárhányszor játszottam a játékkal, ide föl, ezekre a részekre soha nem jöttek föl. Szóval így megpróbálhatok szakaszosan haladni. Úgyhogy nagyjából kikerülgetem őket. Ugyebár közben semmit nem akarok elhagyni. Á, szuper, lecsereltem a maszkomat is, vettem fel a gyógyszert. Itt egy piros szalagos kulcs, ami ehhez bár nem kell. Egy pisztoly is. Szuper. Oda nem tudunk felmenni. Ott van a zárt szép, és itt az ajtó másik oldala. Pisztolytöltény, jaj, de jó! Bár úgy néz ki, hogy ilyen egész sor pisztolylőszereket veszek föl, de valójában csak egy-egy golyókat kapok, gondolom. Ez sem nyílik. Őszintén remélem, hogy a játék hamarosan csinál egy gyors mentést, mert szuper! Köszönöm szépen! Nagy Isten, meghalnék akkor, ne az egészet az elejéről kelljen kezdenem. Aha! Itt már kell a gázállarc. Hú, hogy néz ki ez a hely? Hop-h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 op
Nyolc a fenekem télen nyáron. Hop hop. Láttam ám. Futkorászunk ott hátrafelé.
Nézzétek el nekem, hogy nem beszélek most sokat, kedves lányok, kedves srácok, de tényleg hallani szeretném, hogy ezek a dögök mikor gondolják úgy, hogy jó ötlet hátba támadni engem. Miközben felszerelések, meg napló feljegyzések után kutatok. Úgy egy puska. Szuper, volt benne lőszer is. Ha? Átfutok szembe. Zsák utca. Wow! De jó, fel tudtam ide mászni. Oké, filter van ott, meg gyógyszer. Semmi más. Oké. Van egy lépcső, aminek segítségével fel tudok futni. Az emelvényre. Hajrá! Ó, de zárva van. Kapu van előtte. Haha! Hopp! Ó, mögöttem. Oké, nagyon rossz helyen vagyok itt. Nagyon jó. Tényleg? Hú, basszus. Hogyan keveredünk mi ki innen? Hát itt sehogy. Bassza meg itt sehogy. Tönkretették a maszkomat! És valahonnan a semmiből bevitték nekem a kegyelemdöfést is. Na jó, van egy fene. Gyorsan megpróbálom megütni itt ezeket a fontos waypointokat. Az anyát picsáját, honnan jöttök elő itt hárman? Hogyan tudok én erre így felkészülni? Előjönnek a falból hárman. És merre tudok én itt kijutni? De átugrom a tüzet? Ó, igen, szuper. Gyorsan fel erre az emelvényre is tudok egy picit pihenni talán. Túlélte. Hát ez kellemetlen. Jó. Puska az megint elfogyott sajnos. Az a baj, hogy ide fel tudnak jönni. Ez a második feljegyzés. Gyakorlatilag egy emberi vérrel teli mocsáron gázolok keresztül. Olyan könnyedén ölünk meg másokat. Megöljük őket az otthonukért, egy harapás élelemért, egy absztrakt ötletért. Az egész civilizációnk emberi csontokra épült. De miután darabjaira is szedtük egészen az alapjáig, a kihalás szélére kényszerítettek minket az új világ szörnyű szülöttei. Mégis folytattuk egymás öldöklését. Folytatjuk ráadásul. Ígérem, megtanulok olvasni még, kedves lányok, kedves srácok, ha már az előző 7 évenben nem sikerült.
Azoknak, akik ma haltak meg, biztosan volt családjuk. Barátaik a fenébe is, a szüleik talán még élnek. Életüket áldozták a mutánsok megvédéséért, az állomások megvédéséért, a mutánsok pedig nem... A mutánsok nem pedig más emberek ellen. Életüket áldozták az állomások megvédéséért, a mutánsok nem pedig más emberek ellen. Az irányzékon keresztül nézve a szörnyek és emberek kivágott kartonalakoknak tűnnek. És itt vagyok én, aki embereket próbál megmenteni a szörnyektől, hogy aztán újabb esélyt adjak az emberiségnek kivégezni önmagát. Hello! Láttam ám, mi folyik ott. Van alattam egy csapda, gyorsan elvágom. Ki? Szevasz, aranyom! Nézzétek be, milyen villámgyorsan elszaladnak. Oh, hello! Gondolom erre kell jönnöm. Határozottan gondolom, hogy erre kell jönnöm. Remélem, erre már nem jönnek utánam. Szörnyű ez a hely. Úgy már nem kell a gázállarcom, ha jól látom. Le is veszem, még mielőtt jobban tönkreteszem. I'll get eaten by the monsters. You have a gun? Okay. Csak maybe üres. I'll come with you. De van fegyverem. You can shoot the monsters, right? Sőt, verekedni is tudok velük. Okay. My name is Sasha. You shoot, and I'll watch your back. Na igen, most I a kisrác. I hate to leave Uncle here. I was visiting Uncle. He was taking me home when the monsters came. They jumped at him. He started shooting, but then a big nosalis bit him in the neck. But Uncle is really strong. He killed it with a knife. You don't look as strong as Uncle. I'll have to help you, or we'll both get eaten. Igen, sajnos a nagy valószínűsége közben megtaláltuk a harmadik feljegyzést. A metró gyermekei. Néha úgy érzem, hogy azok, akik a föld alatt születtek, és sosem látták a napot, teljesen más fajhoz tartoznak.
Az ember megjárta a poklok poklát, puszta szerencsével maradt életben, és a legkevésbé sem hagyott rajta nyomot. Nyugodtan és észszerűen beszél. Emlékszem arra a napra az állomáson, ahol ketten anyámmal éltünk. Azután lementünk a metróba, és patkányok támadtak ránk. Amikor anyám meghalt, és a patkányok, és Suhoj mentett meg, azt mondta, azután több hónapig nem beszéltem. Semmire nem emlékszem akkoriból, tényleg semmire. De ez a kisfiú, nos lehet, hogy a metró hatással van ránk. A nap és félelem nélkül felnőtt generációk foglalják el majd újra a földet. Ha adok nekik esélyt. Na igen, Sasha most felmászott szépen a hátunkra. Emiatt egy kicsikét másabb az irányítás, kicsikét lomhában fordulok. Szóval emiatt egy fokkal érdekesebb lesz a kijutás innen. De ő igyekszik majd annyiban segíteni nekünk, hogy szól, hogyha szörnyet lát. Igen, igen, tök jó. Futni sem tudok, ez nagyon jó lesz így. Abszolút nem tudok futni, kedves lányok, kedves srácok. Nyomom a shiftet, de semmi. Ez így egy fokkal komplikáltabb lesz. Anyát térde kalácsa. Nem akarom, hogy ezek a dögök után nem jöjjenek. Oh! Nem láttam azt a rohadt csapdát.